Bálthaszéken a hagyományokhoz hűen a II. Géza gimnázium tanulói adták az ünnepi műsort a Petőfi Sándor művelődési házban. És akkor ott, a Pesti utcán minden mértői szavos. Nagy merészen ki előlép, géppuska sort üzvárja, akár utcán, őszi parkban, vérhull kőre és avarra. Az ünnepi műsor után a Mansfeld kopjafánál róhatták le tiszteletüket a megjelentek, majd a Városháza előtt hallgathatták meg Kis István Lászlóné, Müller Zsuzsanna nyugalmazott óvónő beszédét, aki elmondta, Bálthaszéken is voltak forradalmi történések 56-ban. Hozzátette, azon kevés emberek közé tartozik, akiknek még halvány emlékeik vannak az akkori eseményekről, hiszen ő akkor már 5 éves volt. Volt itt egy mag, akik harcos emberek voltak, és hát felbuzdulva ezen a Budapestre jövő szabadságvágyon, itt is kifejezésre juttatták azt, hogy tulajdonképpen magyarok vagyunk, és szabadságot akarunk, és harcolunk, és akkor megtették a maguk tevékenységeit, aminek a részleteit igazándiból nem tudom. Azt tudom, hogy utána nem beszéltek róla. A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Bibó István gondolatát idézte Bozsolik Róbert, a település polgármestere, aki elmondta, a magyar emberek számára a szabadság egy olyan fontos tényező volt mindig is, amiért akár az életüket is képesek voltak odaadni. Lehet itt olyan körülményeket teremteni, amiben úgy érzi az ember, hogy talán szabad. De ha nem mondhatja el szabadon a véleményét, ha csak bizonyos körök mondhatják el véleményüket, a magyar ember ebben az életben, vagy ebben a formában nem tud élni. És azt gondolom, hogy október 23-a is egy olyan napja a magyar nemzetnek, amikor erre újban fel kell hívni a figyelmet. A polgármester kiemelte, mindig emlékezni és emlékeztetni kell az embereket az 1956-os eseményekre, és tudatosítani, hogy szabadság nélkül semmink nincs.